Jelölteti magát a szociáldemokrata párt elnöki tisztségére Vio Ricardo Csille, jelenlegi miniszterelnök. Úgy vélte anélkül, hogy elemezné Liviu Dragnea tevékenységét, a pártban meg kell változnia a munkastílusnak, a döntéseket közösen kell meghozniuk. Négy napon belül másodszor került terítékre a szociáldemokraták csúcsvezetőségében a párt tisztújító kongresszusa. Az Országos Végrehajtó Bizottság péntek ülése után a párt állandó büroján is ez volt a téma. A tisztúításra azért van szükség, mert a PCD Liviu Dragnea bebörtönzése után vezető nélkül maradt. A pártot ügyvívő jelleggel vezető kormányfő kijelentette, a leendő elnöknek Európa párti személynek kell lennie, aki bírja kollégái bizalmát. Diorika Döncsülő önmagát is beleértve több személyt is alkalmasnak tart a tisztségre. Nem tárgyaltunk arról, hogy ki meg a Szociáldemokrata Párt elnöki tisztségét, de én abban bízom, hogy több jelölt lesz, mert hiszem, hogy nem jó dolog egyetlen jelöltet állítani. Azt szeretném mindenki induljon, aki jelöltetni kívánja magát, természetesen az alapszervezet támogatásával. A PCD ügyvezető elnöke szerint a Szociáldemokraták elnökének türelme kell legyen arra, hogy mindenkit meghallgasson, a döntéseket pedig kollektíven kell meghozni. A siker pedig mindenkié, mint ahogy a rossz döntések következményeit is együtt kell felvállalniuk.